Ajaj, Houston, ennél baj van? Egyébként nem a sütéstől félek, hanem a díszítéstől. Szépen fröcsögjön már a vér, te meg miért gurulsz? Úgy, persze, azért, mert szemgolyó vagy. Nem jó, Houston! Sziasztok, itt Miharu, és a mai főző műsorban nem más fogunk készíteni, mint muffint. Már kiválasztottam, hogy milyen muffint fogok nektek csinálni, ez mindenképp egy ilyen banános muffin lesz. Tudom, hogy mostanában egyébként sütőtökös muffint illene készíteni, de azt igazából nem szerettem volna. Úgyhogy kint esik az eső és fúj a szél, úgyhogy induljunk el vásárolni. Na, igazából több szempontból nem vettem föl azt, amit ugye vásároltam. Igazából a Spárban. Olyan kínszenvedés volt konkrétan ott bevásárolni, hogy egyszerűen múltkor láttam ilyen tök jó ilyen dekorációs, ilyen denevér, meg ilyen kis szellem, meg ilyen kis csontokat, meg mit tudom én. Mi az? Nem marcipán, hanem ez a kis, tudod, ez a ropotidéből a kis cukorkába. És egyetlen egy darab volt. Nem mondom, nem veszem meg, mert nem csinálok ilyen videót. De igen. Na mindegy. Úgyhogy most baktatok haza. Ismét fel a maszk. Aztán süssünk. Nos, haza is értem, úgyhogy lássunk neki, hogy miket szereztem be, és kezdjük el a muffinnak a készítését. Először is a tojás. Jöhet egy kis kakaós kekszecske, tejszínhab. Nagyon fontos a sütőport. Vettem egy kis csokit, hát ha kéne mondjuk díszíteni. Elengedhetetlen az 50 tonna banán. Nagyon fontos a Halloweenra, hogy legyen otthon szemgolyó, és nem utolsó sorban legyen otthon giliszta. És ami még nagyon fontos, de nem mondtam, az pedig a zappehely, ami igazából mindig van itthon, úgyhogy szerintem vágjunk is bele a főzésbe. Igazából majdnem a főzésbe, mert a sütésbe, de az már másodlagos dolog. No, akkor ami nagyon fontos, hogy meg kell csinálnunk az alapot, amiből majd kész az egész. Van nekem egy csodálatom, méghozzá ez a szerkentyű, amit majd múltkor használtam. No, ami a lényeges, hogy igazából banán és zabfehér ez az alap, és addig melegítsük elő a sütőt méghozzá alulmelő felegített sütőbe, és mondjuk 150 fokra előmelegítjük, amíg itt én szenvedek. Na, hát nem sikerült túl érett banánokat venni, úgyhogy hát azzal kell dolgozni, ami van. Tehát, akkor kell nekünk, az a lényeg, egy banán, egy tojás. Most ebből a szempontból igazából, ha valaki nagyon méreckézni akar, én azt nem fogok csinálni. De ha valaki nagyon le akarja mérni, akkor nyugodtan lemérheti. Én ezt szoktam, hogy igazából közepes méretű banán, és akkor mehet bele egy tojás. Hát nem tudom, mennyit akarok sütni, úgyhogy azt kell mondanom, hogy berakok három banánt. Nem hagyjuk ki a tojást, mert múltkor azt kihagytuk. Na megint olyannyira okos vagyok, nézzétek meg! Megint mit csináltam? Beleraktam a banánt. És mit kellett volna csinálni? Na, mit kellett volna? Berakna az aljába. Miharu, mi van veled? Nem lehet így bele... Megoldjuk.
Szóval, ha valaki úgy járna, mint én, akkor össze rakja bele ezt a forgóbigyót, és aztán a banán. Egy tolás, kettő tolás, három tolás. Na, ezt viszont lemérjük, tehát rakunk bele, azt mondja, hogy tü-rü-rü-tü-tü-rü-tü. Az igen. Ez szerintem csal ez a mér. Ó, hogy de okos vagyok. Basszus. Mondom, ez lehetetlen, tudod, hogy mondom, mi van ezzel a mérleget? Alatta van a konyharuha, persze, hogy nem mér normálisan. Jó van. Megint látszik az okosság, feltűnik itt az agyban. Szóval, jól emlékszem, akkor 150-et szoktam belerakni, ami igazából nem sok, úgymond. Hát, nem kevés lesz belőle, azt kell mondanom. Nekem a receptek igazából csak ilyen útmutatók, szóval nekem nem mondják meg, hogy mit kell belerakni. Mert csak. Na, szóval benne van egy csomó jóság. Úgyhogy 500 év és ráaplikálom a tetejét. Ah, meg is van. Na, lássuk. Wow. Meg vagyunk igazából a tésztával. Belekanalazhatjuk a muffin formánkba. Találtam ilyen kis kerek, hogy hívják ott, szóval abba fogom belerakni. Azzal fogom berakni a muffinokat a sütőbe. Na, a tésztát szépen bele kell kanalazni. Ez ilyen első próbálkozás. Végül is halloweeni muffinok lesznek, szóval félre sikerülnek. Azt mondhatom, hogy direkt volt, mert hát ilyen nyomorékoknak kellett lenniük. Mert hát ugye a sírból most keltek ki. Jól van, hát akkor a banános kis muffinbigyók készen állnak, a sütő elő van melegítve, úgyhogy hát rakjuk be. Sziasztok! Pár perc múlva találkozunk. Így, 150 fok légkeveréses alulfelül, és akkor most várunk, hogy a kis drágák megsüljenek, úgyhogy addig nézzük a díszítést. Szóval a díszítés, amivel úgymond próbálkozni fogunk, az nem más, mint a szemgolyók, egy kis kakaós bigyó, hogy hívják, egy kis csoki és egy kis lopity. Úgyhogy nézzük először a ezt vettem egy párba, de az a lényeg, hogy a kekszet összemorzsolom majd a kezemmel, mert meg tudom kicsit összép törni, majd esetleg. És amikor megsült a muffin, akkor rá fogom szórni úgymond a tetejére, és arra fogom rakni ezeket a girisztákat. Úgyhogy remélem jó kis girisztákat sikerült vasarolni. Úgyhogy tök jó kis giliszták, nyam-nyam-nyam-nyam-nyam, giliszták. Illetve ezt meg ezt egybe ugye vettem, itt ha mondjuk akarunk csinálni szellemet, akkor ugye két szemet applikálni kell neki, azt viszont csokiból fogom neki beapplikálni. Nincs más választása. Az utolsó díszítés, az pedig ez a szemes cucc lesz. Láthatjátok ezeket a szemeket. Van piros, kék, sárga és zöld színű. Úgyhogy igen.
Ehhez pedig, amit nem mutattam, de tudtam, hogy nekem az van itthon, úgyhogy ha elmentek és kedvet kaptok ilyenre, hogy egy kicsit védesebb hatást égyetek el, akkor igazából én tudom, hogy van nekem itthon ilyen többfajta piros színű lekvárkám, úgyhogy azzal fogom helyettesíteni a vért, de mondjuk ha még pirosabbat és véresebbet szeretnek, akkor ugye nyilván egy csomó szirup, meg ilyesmi is van. Úristen, sülnek a muffinok! Na nézzétek, milyen szép... Ne arra fókuszálj, kamera, hanem arra. Sülnek a muffinok. Hogy de szépek a kis muffinkák. Egyem a kis húsukat. Jó lesz. Ha-ha-ha, süljetek. No, és látszólag elkészültek a muffinkák. Úgyhogy remélem, hogy tényleg elkészültek igazából. 150 fok helyett fel kellett vigyem 190-re. Aztán mondom, csaptam neki az utolsó 3 percben 250 fokot, úgyhogy remélem, hogy megsült. Jaj, de cuki! Hát nézzétek meg, mit csináltam! De cuki! Hát el sem merem hinni, olyan cuki. Nagyon jó! Nagyon jó, nagyon jó! És milyen szépen kijön meg minden! Hát Isten császár vagyok! Ájjaj! Houston! Ennél baj van? Jó van, akkor ezt úgy hagyjuk. Az nem akar kijönni. Ezek minden milyen szépen kijönnek, érted? Ajja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 jj
miért teszed? Áforó! Egyébként nem a sütéstől félek, hanem a díszítéstől. Vannak szemecskék, ugye ez nagyon jó kis szemecske. Remélem, hogy ez jó is lesz. Vannak ilyen, mint mondtam, jó kis giliszták. Vannak itt ilyen kekszek. Úgyhogy kekszeket össze kéne törni. Nem találtam megfelelő ilyen törőszerszámot, úgyhogy ilyet fogok használni. Na, eléggé ilyen földszerűt kaptunk. Egy kicsit megkenjük ilyen lekvárnak a levével, vagy hogy most mondjam, hogy rámenjen a föld. Van ilyen szívószálam, és abban ilyen lyukokat fogok csinálni. Rámegy a föld, mondjuk, hogy a föld. Mondjuk, hogy eléggé földszerű. Na, menj már, maradj ott. Na, mondjuk... Erre szépen rárakjuk. Ó, ájjaj, Istenem! Túlságosan sokat raktam. Na hát ez nagyon jó. Jó van, nem baj. Kicsi vér. Vagy ilyen izé, kiszedtem a... Most szedtük ki a szemet. Hát ez... Ne, leomlik! Szépen fröcsögjön már a vér. Te meg miért gurulsz? Ó, hogy persze, azért, mert szemgolyó vagy. Á! Nem jó, Houston! Na várjatok, ennek egy lukat kell ásni. Ástam neki egy lyukat! Oké, következő. De nagyon szép. Ha! Okay. Tudurururú, egy kis. Azért a teszek bele málna lekvárt inkább, mintha erek lennének konkrétan, hogy olyanok maradnak rajta. Hát a szemesek azok így néznek ki. Ez szegét nagyon eltorzult, úgyhogy ebben már mindenki folyt. Úgyhogy... Oké. Okay. No problem.
Oké, és akkor most jönnek a szellemek. Én is megpróbálok szellemeket csinálni. Na, azt mondja, hogy... Szellemek. Nem olyan, mint a... Nem. Nem biztos, hogy szellemek lesznek a kinézetüket illetően. De mondjuk ez egy szem. Mondjuk még nem látjátok, ez is egy szem. A nagyobb keks darab, meg egy száj. Hala! Valami nyomorék szellem. Ugye megfordítom és láthatjátok. Nyomi szellem, kérlek porodra. Tarará! Tarará! Jaj! Tarará! Nyomi szellem ever! Jó! Na, hát nézzétek, milyen csodálatos! Hát sose volt ennél szebb! Az mondjuk jó. Persze lehet előre ilyen szemeket gyártani, meg mit tudom én, de nekem ilyen kis nyomik lesznek. De finom! Az a lényeg! Hát szóval igazából, ha láthatjátok, hogy ennyi lett volna a jó kis halloweeni muffin készítés. Nem vagyok a díszítések nagymestere, de azért szerintem nem lettek olyan rémesen borzasztóan rosszak. Főleg, hogy durván az egészet egy óra alatt dobtam össze, úgyhogy semmi előkészüléssel, úgyhogy hát ez jött, ez maradt. Ez egy kicsit elég nyomi lett, de azon kívül szerintem egész jó, úgyhogy nincs más mód, mint megkóstolni. Őket nem fogom, de őket biztos, őket is, úgyhogy nyam-nyam-nyam. Nos, itt vannak a kis muffinkák. Nem az életem legszebb dekorációja, de azért azok a olvadozó és csodálatos szellemek szerintem megérnek egy visét. A többivel egyébként eléggé úgymond elégedett vagyok, szóval azzal nincsen semmi problémám. Úgyhogy ezeket most meg fogom kóstolni. Biztos benne vagyok benne egyébként, hogy jó ízű, mert már a tésztáját, ami megsült, azt már ugye kóstoltam, miközben ugye készítettem a videót. Azt mindenféleképpen akarom mondani, hogy nagyon szépen köszönöm a recept ötletet, úgyhogy ha szeretnétek hasonló videókat látni tőlem, vagy van ötletetek arra, vagy ötleted arra, hogy mit tudnék ugye legközelebb csinálni, akkor mindenféleképpen a komment szekcióban írd meg azt, hogy szerinted, vagy te mit látnál szívesen tőlem. Illetve, hogyha valakinek tetszett ez a videó, és szeretne még többet látni, és még nem tette meg, akkor ne felejtsen el nyomni egy like, illetve egy feliratkozás gombot, és mindenféleképpen amellett még a kis csengőt is meg kell nyomni ahhoz, hogy a YouTube küldjön bármilyen értesítést arról, hogy feltettem bármilyen videót, akár gameplayt, akár főzős, vagy akár sütős, MH konyhás videót, vagy bármi más jellegűt. Úgyhogy remélem tetszett ez a videó, és találkozunk legközelebb is. Ne felejtsétek el, nem hamarosan halloweeni live lesz, úgyhogy várlak titeket ott is. Sziasztok! Meghalsz szellem.